A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 6-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban beszámolót láthatnak a Latinovics Zoltán, illetve a Horányi Otília emlékműsorról, megismerkedhetnek Pajor Tamás dalszerző költővel, illetve egy tudósítást láthatnak a Fehérvári Művészek tárlatáról. Tartsanak velünk! Az emlékhelyek napján a Pákozdi Katonai Emlékparkban Latinovics Zoltán pályáját idézték meg. Bence, Ilona, Trokán Péter, Tolcsvai Béla és Heitzinger Mika műsorában a Színész Király pályáját elevenítették fel. Bajor Gizinek igaza lehet. Ha ebben a véleményében ő nem lett volna olyan határozott, talán soha nem jutok színházba, színészbe járom keresztül. A tragikus körülmények között elhunyt színész legenda Latinovics Zoltán tiszteletére rendeztek verses zenés emlékprogramot szombaton Pákozdon a Katonai Emlékparkban. Az Egy Én is Ég című műsorban a Színész Király gondolatait bemutató előadáson közreműködött Bence Ilona, Trokán Péter, Heitzinger Miklós és Tolcsvai Béla. Nekünk nagyon nagy fejtörést okozott, hogy mi legyen az, ami belekerül, és mi legyen az, ami nem. Mennyi legyen az, milyen jellegű legyen az. És arra törekedtünk, hogy az est legnagyobb részében a Zoli beszéljen, és az ő versei hangzanak majd el, énekel Rutkai Évával, és a Zoli könyveiből válogattunk olyan szövegeket, amik valamilyen módon, hát ha nem is lehet teljességgel, de valamilyen módon tükrözik az ő gondolkodását, az ő hozzáállását a színházhoz. Később voltam diák, asztalos, ígymunkás, anyagátvevő, könyves tanuló, gépkönyvelő, egyetemi hallgató, építészmérnök és színész. Ez utóbbiról nem kaptam hivatalos bizonylatot. Trokán Péter számára a Latinovics kultusz egy soha el nem múló szenvedély, a színházért való indulat példája, amely minden művészt érint. Nagyon nagy tartozás ez, hogy feldolgozzuk azt, hogy az ő élettel most rögtön azt mondta, hogy ellentmondásos egy kis. Mindenki az első reakciója, hogy valamilyen módon ellentmondásos személyisége volt a magyar művésztársadalomnak. Nem hiszem, hogy bármiféle ellentmondásról lenne szó, hanem egyszerűen arról, aminek a szellemében ezt az előadást létrehoztuk, hogy arra a kérdésre próbál válaszolni, hogy egy zseninek hogyan lehet a világban élnie. Hogyan tudunk mi bánni, kezelni, hogyan tudunk kezelni egy zsenit. Legegyszerűbb azt mondani rá, hogy olyan furcsa, olyan ellentmondásos, olyan nem hétköznapi, olyan mindenféle problémák vannak vele, hiszen neki saját magával voltak a legnagyobb problémái, és aztán minden zseniális művészalkotónak hasonló életút és pálya jutott, vagy legalábbis nagyon soknak. Ő neki pedig hatványozottan. Ebben a furcsa színházi világban, amiben ő élt, folyamatosan olyan naív gyereki hittel vett részt, és akart színházat teremteni, akart színházat magának, olyan színházatról megmutathatja az ő igazi színházi eszményét, és akkor nem engedték. Sokan azt mondják, hogy politikai okok miatt lehet, hogy igen, és az akkori politika nem nagyon szerette a önmagukkal elégedetlen embereket, mert rögtön azt hitték, hogy akkor velük elégedetlenek, a rendszerrel elégedetlenek, hol csak az saját magukkal voltak, hajtotta őket valami iszonyatos vágy önmaguknak és a világnak a megismerésére. A felhők között átsütő napsugár volt az ő léte, vagy a Tolcsvai Béla a barát, aki Latinovics Zoltánnal annak idején kevéssel a halála előtt utoljára 1976. június 22-én lépett fel Székesfehérváron. Úgy érzem, hogy
minden igazat ki kell mondani egymásnak. Én sose hittem el, hogy Zoli öngyilkos lett. Tarics Péter fönn a Felvidéken írt is róla egy hatalmas könyvet, és bebizonyította, hogy nem. De ebben a műsorban is be fogjuk bizonyítani, hogy tulajdonképpen egy baleset áldozata lett, de én azon a másnapon, akkor 1976. június 5-én reggel írtam egy dalt, amit azóta nem énekeltem el. Most el fogom énekelni. Úgy látszik, 47 év elég idő volt arra, hogy megérett. Hát nekem nagyon-nagyon sokat számított Zoli. Ráirányította a figyelmemet az irodalomra. Mégpedig azon oszlopokra, akiket ő annak idején bemutatott. Az utolsó előadásunk itt volt Fehérváron, az építők művelődési házában, fönn az emeleten. Most furcsa móda a Vörös Marti társaságon alatta. Éppen alatta. Innen mentünk haza, és vége lett az egész turnésorozatnak, mert megtörtént a június 4-i eset. Furcsa mód, hogy június 4-e Trianon évforduló az, amikor megszakadt az a kapcsolat, ami engem kötött a Zolihoz. Azért lett nekem buli kutyám, mert a Bagó a vállamra tette a fejét annak idején első találkozásunkkor. És akkor azt mondta nekem, hogy nem akárkihez húzódik oda, ez nem kutya, ez buli. Én ezt aztán megtanultam. Ezek mind olyan történetek, amik az életemnek meghatározó pontjai voltak. És soha nem mertem őt megszólítani az utcán, ha bár a telkünk vége összeért. Mi az Endrődi Sándor 65 per A alatt, ő pedig a 67-ben lakott. A sarok összeért. És aztán, amikor összebarátkoztunk, azt mondja, hátul meg kivágunk valamit, aztán szépen ide-oda mászkál. De hát nem történt meg. Én csak szeretettel tudok emlékezni rá. Napfénye csekke, napsugár húrja, valami újat, valamit újra. Natanovics Zoltán versmondásával számos vers kapott új értelmet. Versdalaival Heitzinger Mika is, mint egy a színész király gondolataihoz csatlakozva kapcsolódott a Latinovics misszió megfejtéséhez. Nem egyszerű egy olyan embert megidézni, aki maga volt a vers, és maga volt a színház. Próbáltam olyan verseket, ahogy állítottuk össze a műsort, érezni lehetett, hogy hol lehet például egy Áprili Lajos verset elénekelni, vagy egy Pilinszkit, ami éppen az élet történetihez kapcsolódik és emeli, vagy átvezető a két életszakasz között. Nem könnyű munka, de hál' Istennek jól sikerült, és nagyon passzolnak ezek a versek. Ő hozzá, de hát aki maga volt a vers. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint megismerni annak a kivételes útnak egy részét, amely Latinovics Zoltán harcát, Ady Endre szavaival élve, a küzdelmében táltos düh és a magyar muszáj vezette. Nagyszabású koncerttel emlékeztek az elmúlt esztendőben elhunyt kiváló karnagyra a Szent István Székesegyházban. Az esten a fehérvári kórusok mellett fellépett az Albarégia Szimfonikus Zenekar és hazánk kiváló énekművészei. Thank you.
Szent István Székesegyházban a Székesfehérvári Primavera Kórus méltó hangversenyt szervezett a fehérvári zenei élet fél évszázadon át meghatározó alakja, a tavaly elhunyt alapító karnagyuk Horányi Otília emlékére. A koncerten a Miskolci Nemzeti Színház fiatal színművésze a fehérvári kötődésű Börcsök Olivér moderálása mellett közreműködtek Horányi Otília művész pályatársai, barátai, tanítványai és kórusa. A gondviselésnek a szárnyai alatt érezzük magukat. Amikor Otília tavaly eltávozott, akkor szinte azzal egy időben már elhatároztunk, hogy egy méltó emléket kell állítani az ő tiszteletére, és ezt egy szép hangversennyel lehet tulajdonképpen megvalósítani, és ez fog ma történni. És ezért azokat a pályatársakat, tanítványokat, művészbarátokat hívtuk meg erre az alkalomra, akiknek az életükben vannak Otíliával közös pontok. És erről be is fogunk itt számolni, amikor valakit ismertetünk. És a nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadták a felkérést, és híres nagy Kossuth Lisztdíjas művészeknek már tavaly szeptemberben meg decemberben benne volt a naptárjába beleírva a mai nap, és most már itt vannak közöttünk. Horányi Otília egész munkásságával az ifjúság minőségi zenei nevelését szolgálta, ezért a Primavera Kórus felkérte Dobri Dániel ifjú zeneszerzőt, a szimfonikusok kortárs művészeti vezetőjét egy zenemű megalkotására, az ő emlékére. A Primavera Kórus felkérésére és Szarka Andrea felkérésére írtam erre a mai koncertre egy Lux Aeterna tételt, tehát egy Requiem tételt Horányi Otília emlékére, úgyhogy ennek most lesz ma este itt a Bazilikában az ős bemutatója. Én már nagyon-nagyon várom, nagyon jó volt együtt dolgozni mind a két kórussal, mind a Primavera Kórussal, mind az Alba Régia Vegyeskar énekel ebben a darabban, és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar pedig játszik Dobszé Péter vezényletével, úgyhogy hát ez egy nagyon különleges dolog, meg különleges élmény volt egy ilyen városi és polgári összefogásban részt venni, hiszen ott vannak a kórusban, én nem is tudom, hogy mennyien, 100-an, 80-an plusz a zenekar, különböző helyekről már nagyon sok mindenkit ismerek, mind a kóristák közül, írtam is nekik, de hát énekelni fog a darabban Székesfehérvár alpolgármestere Lerner Zsolt is például a kórusban ott van, szóval ez egy ilyen igazi jó polgári összefogás és közös éneklés és közös dolog lesz. Lux Aeterna, azt hiszem, hogy ez mindent elmond, vagy sokat elmond. Drámai fény felé törekvés lesz ebben a darabban reményeim szerint. A műsor azon értékek mentén jött létre, amelyeket a rangos vendégek és maga Otília is képviselnek életükkel, művészetükkel, szellemiségükkel. Nagy megtiszteltetés volt a kórus számára, hogy a hazai zenei élet mai nagyjai azonnal és örömmel igent mondtak a felkérésre, ugyanígy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar is. A műsor összeállítása egyeztetve a közreműködő művészekkel Dobszai Péternek, a zenekar karmesterének köszönhető. Horányi Otília emlékére ez az est az ő kórusa, az ő alkotása, a Primavera Kórus és Szarka Andrea fejében született meg, fejében és szívében. Az előadókat ők
gyűjtötték össze Otilia néninek a kollégáiból, növendékeiből, és azt gondolom, hogy egy olyan szép névsor és egy olyan szép műsor alakult ki, amihez mi az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral örömmel és tisztelettel csatlakoztunk, hogy ebben a közös emlékezetben részt vegyünk mi is. Az est szólistái Ella István Liszt Ferenc díjas orgonaművész karmester, Boros Csilla szoprán operaénekes, Csapó József tenor és kontratenor, Gábor Géza basszus operaénekesek, Gabrieli Kis József tenor énekművészek, Horváth Kisrómai Áhim egedűművész, Kisrómai Andrea zongoraművész, Lakatos János Gordonka művész, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Primavera kórus, az Alba Régia Vegyeskar, Szarka Andrea, illetve Kneifel Imre vezényletével voltak. Szózene estel folytatódott a Pest Söröző kulturális programsorozata, az est vendégei Pajor Tamás dalszerző énekes költő és Molnár Tamás énekes zeneszerző volt. A jó hangulatú költészetet szeretem. Lehet ez szerencsés, alkati eredetű derű, de ennél azért több, hit. A nyelv csak az ember sajátja, ajándék a teremtőtől. A spirituális nyelv a lényeget ragadja meg, Isten szava pedig létrehozza a valóságot. A költészet, ha teremteni nem is tud, a lényeget meg tudja ragadni. Akár Pajor Tamás kitárulkozó gondolatsora is lehetett a mottója a szózenesnek, amely szombaton 19 órától várta az igényes látogatókat a Pest Sörözőben. A hallott előtörténetek fényében ez izgalom megfokozódik bennem. Amit most itt bemutatunk, az a általam alapított szózene műfajnak a reprezentációja lesz. Ez a slam poetry, a spoken word, a hagyományos vers, a sanzon, és egyáltalán a populáris dal és az irodalom elegye. Az irodalom szórakoztató része, a populáris dal intelligens része. Az est vendége a kivételes tehetségű énekes zeneszerző Molnár Tamás volt, és gyorsan választ kaptak az egyéniségeket felvonultató este körökös vendégei, hogy egy olyan szó és zenevarázslatnak lehetnek tanúi, amely aztán elkíséri őket a következő alkalomig. Minden estén van egy illusztris vendég, akivel párban, vagy fésű alakzatban, ha úgy tetszik, adunk elő egyet-kettőt én, aztán egyet-kettőt ő, akár dalt, akár verset. Jellemzően a meghívottak, az irodalom és a könnyű zene, illetve a film és a színház irányából érkeznek. Volt már vendégem, ennek megfelelően Geszti Péter, Koltai Róbert, Karamell, Bereményi Géza jön ezután, Parti Nagy Lajos, Erdős Virág, Kollár Klemenc László, Müller Péter, Sziámi, ma este pedig Molnár Tamás lesz, aki szerintem a könnyűzenei alkotógárda egyik legigényesebb tagja. Nagyon-nagyon míves szövegekkel és képi megvalósítással és hangszereléssel csinálja a könnyű zenét. Ez egy ízig-vérig 21. századi műfaj. Ugyanakkor, ha beleolvasunk a te szövegeidbe, ami sokkal több, mint szöveg. A költészetnek, egyetlen a művészetnek van egy transzcendenciája, ezt már nagyon sokan észrevették a görög filozófusoktól kezdve, Immanuel Kanton át a napjainkig, hogy hát ha nem is a megváltás, mert azt én mégis Jézus Krisztushoz, a megváltóhoz kötöm, de mégis a lélek számára valami olyan közösségteremtés a művészet, amely olyan dolgokat mond ki, fogalmaz meg, mutat be, amelynek a leírására sem a tudományos nyelv, sem a beszélt nyelv nem alkalmas, és az én művészet definícióm alapján ez valami fölösleges szükségesség, amely nélkül mégis nagyon rossz lenne a világ. Hát valahogy úgy szól mondjuk egy szózene, hogy kedves nézők is illusztrációt kapjanak ebben a kis rövid bejátszásban is. Mondjuk, ami most talán az elmúlt hónapjaim lelki állapotát leginkább kifejezi,
és egyben némileg az árszpoétikámá is vált a tekintetben, hogy korszakváltásban vagyok én is. Vannak létszakaszok, amikor szétszakadok, harap a gép, de maradnak belőlem szép darabok. Mi, amit más akar, és mi, amit én akarok, akik szabadok, azon az áron lehetnek még szabadok, hogy bevallják az altudati alkukat, miket az észtagadott, mert ez hazudik, mint a vállalatok. Vállalom én is a rémalakot, mert fényadatot. És újra kezdem, amit a szívem egyszer félbehagyott, maradok itt, nyomom a karaokit, és ez arra okít, hogy az egyenes néha kanyarodik, nézem a képet, állítom az élet, állítom nem ez az élet, na de ha kisunokám lesz, merre tolom majd a babakocsit, hadd legyen szép emléke, ad a papa csokit. A dalnak nem lehet vége, és sok a jel, de mind szakadozik. Hát szelavi, amíg veraszív, beleszívok a levegőbe, és jön a rím, ez nem az ámen, és nem a neuratik. Utalva ugye az eddigi pályám jelentős állomásaira, itt most valami új korszakot kezdek bevezetni, ez a szózene. Én az életem, ha hálóztottam, Kultúr sorozata ezúttal is bizonyította, hogy komoly igény van arra a műfajra, amiben a költészet a zene és a komikum keveredésével slam poetry, hip-hop és underground slágereken keresztül szólalnak meg az alkotók. A Pelikán galériában megnyílt a Fehérvári Művészek Egyesületének tárlata, a kiállítás az idei Kortárs Művészeti Fesztivál kapcsolódó rendezvénye volt. Eljött a pillanat, hogy a hosszú bezártság után ismét nyitott kapukkal és egyedi alkotásokkal várja látogatóit a Pelikán Galéria. A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak csoportos tárlata a 22. Kortárs Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódóan adja meg azt az ívet, amelyben a képzőművészet fehérvári reprezentánsai műveikkel tettek hitet, stílusuknak megfelelően az alkotói szabadság mindenek felettisége mellett. A tárlatot mélyen szántó gondolatokkal Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője nyitotta meg. Nekem Hankis Elemér gondolatai jutottak eszembe a közös helyünkről. Ugye Hankis Elemér sokrétűen értekezett arról, hogy hol van az ember helye a világban, fizikailag, szellemileg, és ebben a fizikai, szellemi erőtérben, vagy azt lehet mondani, hogy négydimenziós dzsungelben, hiszen így is megfogalmazta a világunkat Hankis, fizikai, szellemi, metafizikai értelemben és a lelki dzsungel értelmében, vajon hogyan találunk el a szorongásaink közepette, a félelmeink közepette, mi az a közös hely, ahol jól érezzük magunkat. Tulajdonképpen ez a kiállítás is erről szól. Van, aki a kulturálisan vallási oldalról, néprajzi oldalról, vagy akár földrajzi oldalról, vagy lelki oldalról fogta meg ezt a témát. És én úgy gondolom, hogy nagyon érdemes megnézni, mert a sokszínűsége, a sokrétűsége közben egy nagyon egységes, csoportos kiállításá állt össze ez az anyag, amelyet én nagyon szeretek. Székesfehérvár kulturális életed nagyon is sokszínű. Hol foglal helyet a képzőművészet? Miként látod? Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy egy kulturális tőke elem tulajdonképpen a képzőművészet is a város életében, ugyanúgy, ahogy a zene, a színház, a művészet, és tulajdonképpen a társadalmi jövőképességünk, a város társadalmi jövőképessége az éppen attól függ, hogy ezek a művészek ezeket a láthatatlan értékeket hogyan teszik számunkra láthatóvá. És hogyha ezek láthatóvá vannak téve materializálódnak, akkor gyakorlatilag egy gazdasági tőke elem lesz belőlük, tehát
azoknak üzenem, akik mindig azt keresik, hogy mi értelme a művészetnek. Ugye Kassák mondta, hogy a művészetnek oka van, nem célja ugyan, de e tekintetben igenis nagyon fontos, hogy a művészek mutassanak rá azokra a dolgokra, amit József Attila úgy fogalmaz meg, hogy egyszer csak ezer éve nézzük, amit egyszer csak meglátunk hirtelen, ugye a Dunánál című versében, hogy ezt a láthatatlan dolgot megnyitják nekünk, láthatóvá teszik, és ezzel gazdagítják a társadalmat, és természetesen a városunkat is. Hát ha valamire épülhet kulturális ipar, vagy kreatív ipar, akkor ezek pont ezek a tőkeelemek. Nem lehet kétséges a Székesfehérvári Művészek Társasága Pelikán galériájában látható Közös helyünk című kiállítása. Bizonyos értelemben az újjászületés misztériumának sajátos alkotói jegyeit hordozzák, ahhoz a körhöz tartozóak, amelyek a folytonosság szimbólumai. A kényszerű zárási időszak alatt, ugye itt ősszel-télen azért kommunikáltunk egymással az online felületeken, készültünk a Kortárs Fesztiválra, terveztük a programokat, és ilyenkor készültek el azok a költői címek, amikre úgy végig gondoltunk, hogy milyen tematika. Magát a címet a Szentesné vagy Büki Zsuzsanna, vagy a kedves párja Otokár javasolta, és utána ez nekem abszolút meg is tetszett, hiszen tematikában picit kapcsolódik a kortársak annak a részéhez, ami a szabad művelődés, illetve a mostani lánykori, újkori neve, milyen neve, Székesfehérvári Kulturális Központnak a területén megvalósuló program részeként egy ilyen installációs program lesz, és az gyakorlatilag székek, ahol helyet lehet foglalni, és ehhez kapcsolódott ez a közös helyünk, hogy igazán valóban ez a mi otthonunk, a Pelikán Galéria. A kiállítás anyagában ez sokkal összetettebben értelmezik a kollégánk, nagyon sokan reflektál a természetre, ez sem véletlen. Azt hiszem, hogy a körülöttünk levő környezet nem csak a várost jelenti, vagy a bennünk levő szellemi teret, hanem akár globális dolgokkal is foglalkozunk. Ez a tárlat bizonyítja, hogy a fehérvári művészek most már ismét az alkotás mellett vannak? Szerintem mindenki aktivizálódott, nagyon vártuk ezt a lehetőséget, hogy újra kinyisson a galéria. Három kollégámat rendszeresen telefonon, hogy mikor nyílik a kiállítás, nincs-e valami egyéb program, mit tennénk, tehát a tett vágy azért az mindenkiben, mert van elég komoly anyag érkezett, és ugye fönn a színház teremben, itt a Pelikán teremben is van egy kísérő kiállítás, ami kapcsolódik ehhez az anyaghoz. Természetesen formailag, meg méretben mást enged meg a tantani tér. A város kulturális életterének szerves része a Pelikán Galéria, emelte ki Lerner Zsolt alpolgármester, aki megerősítette, városunk számára fontos, hogy a klasszikus képzőművészet ismét elfoglalja méltó helyét. Olyan jó belépni ide a galériába, mert olyan nyüzsgés fogadja az embereket, itt vannak a Fehérvári Művészek Társaságának tagjai, rengeteg kiállításra váró tárgyat látunk, festményt, kis plasztikát, és nagyon nagy öröm. Meg olyan jó, hogy ilyen nyüzsi van. Jó ezt mindenféleképpen megélni, meg ugye ne felejtsük el, hogy a mai rendezvény az a Kortárs Művészeti Fesztiválnak egy egyik előfutára, ugye egy hét múlva 19-én kezdődik szintén a Fehérvári Művészek Társasága nyitó platformjaival a Kortárs Művészeti Fesztivál. A kiállítás megtekinthető június 16-áig, 2-től péntekig, 10-től 18 óráig. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.